Sziasztok! Fanni vagyok, az Anomé program egyik oktatója, és ebben az adásban, ez az adventi adásunk része, a szeretetről fogok nektek beszélni. Arról, hogy mit jelent számomra, én hogyan élem, én hogyan tapasztalom, és de vágjunk is inkább bele, nem is részletezném. Szóval, én a szeretetben, itt a világban nagyon sokáig nem tudtam bízni. Szóval én innen indulok, hogy nekem az, hogy meglássam a szeretetet itt, a Földön, az emberek között, az nagyon-nagyon nehéz volt. És én egyedül az isteni szeretetben bíztam, abban nagyon, abban valahogy mindig megvolt a támaszom, de az emberekben, abban, hogy egyáltalán én is szerethető vagyok, vagy hogy bármi szeretetből jönne felém, nem tudtam megbízni. És ez nekem egy hosszú út volt, hogy eljussak oda, ahol most vagyok, hogy meg tudom látni azt, hogy a másikban tényleg ott van a szeretet. És hogy el tudjam fogadni azt, hogy azért, mert valaki valahogyan dönt, vagy valahogyan él, cselekszik, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy mondjuk az én irányomban nincs meg benne a szeretet, illetve azért csinálnám, mert mondjuk engem nem szeret. És valahogy, ahogy ezt figyeltem, és próbáltam beengedni, megláttam azt, hogy a szeretet nagyon sokféle, nagyon sok arca van. És nagyon tarka. És azt tapasztalom, hogy nagyon nagy kincseket rejt az, hogyha minél inkább be tudom ezt fogadni. Nyilván úgy, ahogy a másik adni tudja, vagy adni szeretné. De valahogy ez nagyon előre tud vinni. És én azt tapasztalom, hogy amióta ezt így próbálgatom, és próbálok félelmek nélkül, esélyt adva adott helyzeteknek, embereknek belemenni úgy mondjuk egy találkozásba, egy beszélgetésbe, nagyon-nagyon nagy csodákat látok születni. És olyan csodálatos, hogy nehéz helyzetek, amiken addig egy óriási fogás volt, és valahogy úgy feloldhatatlannak tűnt, egyszerűen csak így megnyugszik. És szerintem ez nagyon érdekes. És így valahogy ezen a szemüvegen keresztül valahogy meg tud jelenni jobban az én életembe is az, amit az égiek felől tapasztaltam mindig. Mert így valahogy azáltal, hogy én elfogadom ezeket a helyzeteket, az embereket, és megengedem, hogy úgy legyen a helyzet, ahogy van, vagy ahogy szeretne lenni, úgy én is közelebb kerülök. Egyrészt afelé, hogy én magamat is elfogadjam, és magam felé is több szeretettel tudjak fordulni, illetve magamban is így jobban meg tud jelenni az élet mindenféle területén az, amit én az égiek részéről tapasztaltam. És talán így sokkal hitelesebben tudom ezt képviselni a világban. És ez egy folyamat, és én azt tudom mondani, hogy egy nagyon értékes folyamat. És én nagyon-nagyon hálás tudok lenni minden olyan pillanatért, helyzetért, ahol ez meg tud szépen születni áramlásban. Mert az,
Az biztos, hogy nagyon másnak ebben az életben, vagy hát itt a Földön, meg hát én azt gondolom, hogy sehol sem, nincsen értéke. Tehát a végén mindig ennyi marad. Szeretet. Úgyhogy én azt tudom nektek ajánlani, és azt kívánom nektek karácsonyra, hogy próbáljátok nyitni. Próbálgassátok meg azt, hogy milyen az, hogyha szeretetnek nem kell lennie valamilyennek, hanem csak úgy van. És azt nézem meg, azt fogadom el, ami van. És nézzétek meg, hogy akkor mi lesz. Boldog karácsony!